ők négyen azok, akikről szólni fognak a következő napok hírei. A Nemzetközi Valutaalap tárgyaló delegációja gyalog érkezett, és gyalog távozott az első megbeszélésről, amit a miniszterelnöki hivatalban tartottak. A várakozásokhoz képest az első tárgyalási nap viszonylag rövidre, 2 órányira sikeredett. Az MTI Hírcentrum információi szerint ez a nap lényegében az ismerkedés napja volt. 287-ig erősödött a forint az euróval szemben. Az egyik gazdasági portál elemzője szerint, ha a következő napokban kedvező hírek szivárognak ki a tárgyalásokról, akkor tovább erősödhet a forint. A közgazdás szerint Magyarországnak jövőre feltehetőleg 5-6 milliárd euróra lehet szüksége államadósságának finanszírozására. Gazdasági logika alapján észszerű lehívni egy olyan mértékű hitelrészt, amely a magyar államadósság devizában lejáró részét váltaná ki. A szakértő szerint ez azért is lenne fontos, mert most 7-9%-os kötvényhozamok mellett finanszírozzuk az adósságunkat. Az IMF hitelnek viszont csak körülbelül 3%-os a költsége. Az így megtakarított összeg akár a 100 milliárd forintot is elérheti. Az elmúlt héten a Valutaalap külkapcsolati igazgatója Gary Rice bejelentette, tudomásul veszi, hogy a magyar kormány az IMF kölcsönt elővigyázatossági hitelként kezeli, de a Valutaalap készenléti hitel megállapodásról fog tárgyalni. A miniszterelnök hétfőn azt mondta, a kormány nem köt olyan megállapodást, amely ellentétes lenne a nemzetgazdaság érdekeivel, de a következő napok történéseit egy sporthasonlattal érzékeltette. A futballmeccsek előtti taktikai értekezletek, akármilyen izgalmasak is, nem helyettesítik a végeredményt. Én majd a végeredménykor szeretném a helyzetet ismertetni. Az MTI Hírcentrum által megkérdezett kutató szerint a Valutaalap szigorú feltételekhez köti majd a hitelt. Az Európai Unió és az IMF alapvetően azt várja a magyar kormánytól, hogy egy átlátható, kiszámítható és növekedésorientált gazdasági programot tudjon letenni az asztalra. Az általuk megkérdezett szakértők szerint az IMF kívánság listáján egyebek mellett a költségvetési tanács megerősítése, az állami kiadások visszaszorítása, a válság és a különadók csökkentése, az adhok gazdaságpolitikai intézkedések mellőzése, a szociális juttatások rendszerének átalakítása és a tömegközlekedési vállalatok reformja szerepelhet.